28. fejezet. Hogy ez a fejezet mit foglal magába, mondja Ben Engeli, megtudhatja az olvasó, ha figyelmesen elolvassa. Bizonyosan cselt fedezett fel a bátor, ha még ő is megszalad, s az okos férfiúnak nem válik szégyenére, ha megőrzi magát jobb alkalomra. Ezt az igazságot bizonyítja Don Quixote példája is, mert a lovag, a fegyveresek dühe és fenyegető szándéka elől kitérve, kereket oldott, és kisebb gondja is nagyobb lévén, mint a bajba jutott Sancho, olyan messzire elillant, hogy már teljes biztonságban érezhette magát. Sancho, amint említettük, úgyszólván két rét fektetve követte Szamarán. Végre annyira, amennyire mégiscsak felocsúdott, de amint gazdája mellé ért, egyenesen odagorult Rosinante lábához, annyira eltángálták, eldöngették, helyben hagyták. Don Quixote rögtön leszállt, hogy megvizsgálja sebeit. Amikor azonban látta, hogy nincs semmi baja se, nagy haraggal rárivalt. Te is ugyancsak eltaláltad, Sancho, mikor ordítsd el magadat. Hogy a mennydörgős mennykőbe felejthetted el, hogy az akasztott emberházában nem szabad kötelet emlegetni? Hogyha te is az iát fújtad, ugyan kontrázhattak volna-e mással, mint doronggal? De adj hálát az Istennek, Sancho, hogy csak egy fütykössel mérték rád az áldást, s nem valami szabjával adták meg az utolsó kenetet. Nem tudok felelni, válaszolt Sancho. Úgy érzem, mintha a hátamon jön neki a beszéd. Üljünk fel, uram, menjünk innét. Én nem ordítok többet, hanem azt az egyet mégsem tudom elhallgatni, hogy hát még a kóbor lovagok is megfutnak, s az ellenség kezében cserben hagyják, porhanyóra törve a szegény fegyverhordozót. A visszavonulás nem megfutás, jelentette ki Don Quixote, mert tudnod kell, Sancho, hogy a bátorságot, ha nem észszerű, vakmerőségnek szokták nevezni, s a vakmerő hőstettei sokkal inkább a vakszerencsének tulajdoníthatók, mint érdemnek. Így bevallom, én visszavonultam, de meg nem futottam, s a visszavonulásban sok jeles hős példáját utánoztam, akik jobb időkre őrizték meg magukat. Erről a történelem ezerszer meg ezerszer tesz említést. Hanem most nincs kedvem, hogy felsoroljam a legkülönbözőbb eseteket, mert úgyse válnak hasznodra. Ekkor már Don Quixote nyeregbe segítette Sanchót, és újra felvetette magát Rosinantéra, aztán lassú léptekkel egy jegenyés felé tartottak, mely valami negyed mérföldnyire lehetett. Sancho időről időre nagyot nyögött, s egy-egy keserveset sóhajtott. Don Quixote megkérdezte, miért fájdítja olyan nagyon. Sancho pedig azt felelte, hogy a hátgerince legalsó porcikájától egész a nyakszirtjéig úgy fáj mindene, hogy azt se tudja, hova legyen. Ennek a fájdalomnak kétség kívül az az oka, mondta Don Quixote, hogy a dorong, amivel neked estek, igen vastag és hosszú volt, végignyúlt az egész hátadon, és most fáj, ahol csak ért. De ha még vastagabb lett volna, bizonnyal még inkább fájna. Ennyi, Isten úgyse, mondta Sancho, jól eloszlatta kegyelmed nagy kétkedésemet, s ugyancsak takarosan megmagyarázta, amit nem értettem. Lánchortát is, hát olyan rejtélyes az én fájdalmam oka, hogy meg kell magyarázni, itt is, ott is azért fáj, mert a fütykös meglapított. Ha a bokám fájna, még találgathatnók, miért fáj, de nem nehéz kisütni, miért fáj ott, ahol rám sóztak. Bizony, kedves uram, könnyen felejti az ember a más nyavajáját. S napról napra világosabbá lesz számomra, sovány hasznot remélhetek én abból, hogy kegyelmethez szegődtem. Mert ha most elnézte, hogy eldöngessenek, száz meg száz más esetben majd megint fellódítanak, mint a múltkor, s gúnytűznek velem. S ha most még csak a hátam bánta, majd ezután a szememre kerül sor. Bizony sokkal jobban tenném, de hát tökkel ütött vagyok, s holtom napjáig se jön meg az eszem. Bizony ismétlem, sokkal jobban tenném, ha szépen hazamennék a feleségemhez, gyerekeimhez, velük törődnék, gondjukat viselném, ahogy Isten rendelte, sem hogy itt kegyelmeddel lósak fussak, nyakamba vegyem a világot, s étlen szomjan törtessek tüskönbokron keresztül. Hát még az alvás. Mérj ki magadnak, szép öcsém, fegyverhordozó, hét láb földet, s ha nem elég, mérj ki két annyit, ha jobbnak látod, aztán nyújtózzál ki, amennyire csak kedve tartja.
hogy az ördög égette volna porrá, hamuvá, aki ezt a kóborlovagságot elkezdte, vagy legalább azt, akinek legelőször ment el úgy az esze, hogy fegyverhordozóvá szegődjék az olyan bolondokhoz, amilyeneknek a régi világ minden kóborlovagjának lennie kellett. A mostaniakról nem szólok, mert kegyelmed is közéjük tartozik, őket hát tisztelem, de meg azt is tudom, hogy beszédben meg gondolkodásban kegyelmed egy fokkal többet ér az ördögnél. Fogadni mernék, s tudom, nyernék, Sancho, hogy most, amíg a szád járt, és beszédedet senki félbe nem szakította, nem fájt egyetlen porcikát se. Beszélj, fiam, mondd el bátran, ami a szívedet nyomja, a nyelvedre kerül. Végig hallgatom én szívesen minden ostobaságodat, akármennyire is únom szemtelenségedet. Csak neked semmit se fájjon. Ha meg annyira sóvárogsz, hogy visszatérj feleségedhez, családodhoz, Isten ments, hogy én akadályozzalak. A pénzem nálad van. Számláld össze, mennyi ideje, mióta hazúról most, harmadízben eltávoztunk. Határozd meg, hogy egy-egy hónapra mit kérhetsz, s aztán fogd ki magadénak. Mikor Tomé Carrascónál szolgáltam, felelte Sancho, a babéros Sancho Carrasco atyánál, kegyelmed is jól ismerte, a kenyéren kívül két aranyat kaptam havonként. Hogy kegyelmettől mit kérhetek, magam sem tudom, ám bár annyi igaz, hogy a kóborlovak fegyverhordozójának terhesebb a sorsa, mint a parasztember béresének. Mert ha az ember a más tarlójáról él, igaz napestig töri magát, mégpedig keményen, de estére legalább tisztességesen kijár étele itala, és aztán ágyba fekhetik. De amióta kegyelmedet szolgálom, soha se háltam ágyban, azt a rövid időt kivéve, amit Don Diego de Miranda házában töltöttünk, meg azt az egy napot, amit Kamako pecsenyéje és bora szerzett, meg aztán azt, amikor Bazíliónál ettem, ittam, aludtam. Azon kívül mindig a szabad ég alatt háltam, puszta földön, kitéve, amint mondani szokás, a levegőig minden zordságának. Más sem ettem, csak egy-két szelet sajtot s egy-két darab kenyeret. De ihattam rá vizet, hol patakból, hol forrásból, amire a pusztában barangolva éppen ráakadtunk. Elismerem, mondta Don Quixote, hogy az, amit mondasz, Sancho, mind igaz. Mit gondolsz hát, mennyivel kérhetsz többet tőlem, mint amennyi Tomé Carrascótól kaptál? Azt gondolom, válaszolta Sancho, hogy a kegyelmed minden hónapra megtoldja két reállal, nem károsodom. Ez lenne fáradtságom bére. Ami azonban azt az ígéretet s ajánlatot illeti, amit kegyelmed egy bizonyos sziget kormányzósága felől tett, annak fejében úgy hiszem, joggal követelhetnék még 6 reált, ami aztán együttvéve 30 reára rugna. Jól van, hagyta rá Don Quixote. Így hát 25 napja lévén, hogy hazúról távol vagyunk, számítsd ki, Sancho, aszerint, ahogy megszabtad a béredet, mi jár erre az időre. És aztán, mint már említettem, fogd ki a nálad levő pénzemből. Az ég áldja meg, uram, de rosszul tud számolni kegyelmed, kiáltott Sancho. Hát azt a szigetről szóló ígéretet nem attól a naptól kezdve kell lemérni, amikor kegyelmed legelőször ígérte, s úgy számítani azután e mostani percentet. Nos, mennyi ideje hát, hogy megígértem? Kérdezte Don Quixote. Ha nem csalódom, felelte Sancho, 2 vagy 3 nap hiány lehetett már, vagy 20 esztendeje. Don Quixote nagyot ütött tenyerével a homlokára, s igen jó ízűen felkacagva így szólt. A Sierra Morenában, de teljes együttélésünk óta sem barangoltam többet 2 hónapnál. S te mégis azt állított, Sancho, van 20 esztendeje, hogy néked ígértem a szigetet. Bizony, bizony, mondom, azt szeretnéd te, hogy ami pénzem csak nálad van, mindent betudjuk a te fizetésedbe. De ha már így vagyunk, s téged boldoggá tesz, ám legyen a tied, s boldogulj vele. Én is örülök lelkemből, hogy egy ilyen rossz fegyverhordozótól megszabadultam, bár oly szegényé lettem is, hogy nincs egyetlen fillérem. De mondd te, a kóbor lovagság fegyverhordozó törvényének meghamisítója, ugyan hol hallottad vagy olvastad, hogy lett volna valaha olyan fegyverhordozó, aki kényekedve szerint szabhatta meg, mennyit fizessen neki gazdája havonként? Eredj, te semmire kelő, bitang gazember, mert másnak nem tekinthetlek. Eredj, mondom, az ő történeteik nagy tengerére.
S ha úgy találod, hogy csak ugyan volt olyan fegyverhordozó, aki hasonlót mondott és követelt, mint amit te most mondtál, szegezd azt a lapot ide a homlokomra, s ráadásul tégy arcomra 4 piros pecsétet. Fordítsd meg szürkét, kantárszárát vagy kötőfékét, s menj haza, mert e pillanattól fogva egyetlen lépés sem teszek többé. Ó, meg nem becsült kenyér! Ó, elbitangolt ígéretek! Ó, ember! Benne több van a baromból, mint emberből. Most, amidőn éppen olyan állomásra akarlak helyezni, hogy akármit mondjon is a feleséged, mégis nagyságos úrnak címeznek, te most akarsz távozni. Most mégy el, amikor éppen az a szilárd és határozott szándékom, hogy a világ legelső szigetének kormányzójává tegyelek. De igaz, hogy amint te magad is sokszor mondtad, nem való vagy a bársony nyereg, stb. Szamár voltál. Szamár vagy, és szamár maradsz, élted utolsó órájáig. Mert meg vagyok győződve, hamarabb üt ez az utolsó óra, sem mint te rájönnél, és belátnád, hogy barom vagy. Szancsó a pirongatás alatt csak nézett, nézett, csak bámult merően urára. Utoljára úgy elfacsarodott a szíve, hogy még a könnye is kicsordult, s nagy fájdalmasan, keservesen így szólt. Uram, kedves uram, szent igaz, ahhoz, hogy egészen szamár legyek, más se kellene már nekem, csak a farka. Ha kegyelmet farkat akar hozzám ragasztani, szívesen eltűröm, s örömes szolgálom akár nyereg alatt is, életem utolsó órájáig. Bocsásson meg, uram, s tekintse tapasztalatlanságomat. Tudja kegyelmet, hogy milyen kevés van a fejemben, s a szám inkább ostobaságokból jár el, mint rosszaságból. De a megtérő bűnösnek megbocsát az Isten. Szinte csodáltam volna, Sancho, mondta Don Quixote, ha valami közmondást nem keversz szavaidba. Jó, én megbocsátok, de csak azzal a feltétellel, hogy meg is javulsz, és ezentúl nem leszel oly kabzsi, hanem iparkodsz, hogy szívedben önzetlenebb légy, s reménykedsz és bízol, hogy amit ígértem, beteljesül, s ha késik is, nem múlik. Sancho megfogadta, hogy így cselekszik, még ha gyengeségből kellene is erőt merítenie hozzá. Erre aztán bementek a pagonyba, s Don Quixote egy szilfa, Sancho pedig egy tölgy lábánál foglalt helyet, mert az ilyen fáknak az a tulajdonságuk, hogy mindannyiuknak csak lába van, keze pedig egynek sincs. Sancho átkillódta az éjszakát, mert a hűvös levegő még sajgóbbá tette a dorongütést, Don Quixote pedig szokott emlékezéseibe merült. Az álom utóbb mégiscsak meglepte szemüket, hajnal hasadtával azonban már ismét útra keltek, s a nagy hírű Ebro partja felé tartottak, ahol az történt velük, amit a következő fejezetben fogunk elmondani.